Világunk hétköznapi csodái címmel matematika és természettudományok tematikájú közösségi szerepvállalási napot szervezett a LEGO a Vécseiben. A gyár alapítványa 10 túrakerékpárt és több mint 120 doboz fejlesztő és kártyajátékot adományozott az intézménynek, valamint támogatta a pénteken átadott Open Air tanterem kialakítását. Az Open Air tanterem, ahogy ez itt a hátam mögött is látszik, egy tanterem a szabad térben, a szabad levegő alatt. Az ötlet onnan jött, hogy Törökországban voltam egy tanulmányúton, ahol a program szerint egy Open Air múzeumba látogattunk el. Nem nagyon tudtam, hogy mi lehet ez, aztán végül, mikor odaértünk, kiderült, hogy hát nem kell nagy turpisságra gondolni, egyszerűen csak szabadtéri formák, képződmények, a helyi adottságok voltak kiállítva. Ekkor jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogy egyszerűen a tantermet kintre hozni, és hát szerencsére a LEGO vállalat közreműködésével ez meg is valósult. A vécsei új szabadtéri tantermét az intézmény 13 osztályában tanuló 250 diák használhatja majd. A LEGO támogatásán kívül az intézmény nyert a Fű az egészség című pályázaton is. Ezekből finanszírozták a kültéri tanterem kialakítását. 28 fő befogadására alkalmas, táblával és tanári asztallal is rendelkezik. Az benne szerintem a legjobb, azon kívül, hogy a szabadtéren van, hogy 4 fős asztalokat készítettek nekünk. Ez azért jó, mert kooperatív munkaformák megvalósítását teszi lehetővé. Ez manapság azt gondolom nagy érték. Ha a gyermekek, az emberek megtanulnak egymással együttműködni, az a társadalom számára igen hasznos. Az intézményben pénteken kezdődött el a vécsei hét, a továbbiakban például család, egészség és pályorientációs napot, labdarúgó bajnokságot, főző és tanulmányi versenyt is szerveznek az iskola tanulói számára.